Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ahogyan a pásztorok a betlehemi kisdel jászla köré gyűltek, úgy gyűlünk mi is ide az Úr jászla köré, a tabernákulum köré, ahol az ő szent teste van. Jézus, aki beletestesült ebbe a világba, utitársunk akart lenni, nem csak abban a 33 évben, amit a Földön töltött, ebben az emberi testben, hanem az egész emberiség egész történelme során. Hisszük azt, hogy a szentségekben, leginkább az Eukarisztiában, az oltári szentségben ma is jelen van közöttünk testileg a testet öltött Krisztus. Őt ünnepeljük a mai estén, azt a gyermeket, aki nem csak kisgyermekkorunkban, de felnőtt korunkban, időskorunkban is, nem csak örömeinkben, de fájdalmainkban és szenvedéseinkben is társunká lett itt a földi életben. Hogy méltóképpen fogadhassuk az ő barátságát, az ő személyes közelségét, vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, Te az igazi világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük itt a földön,
az ő örömeit is elnyerjük a mennyben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az ő vállára kerül az unalom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, békefejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, Nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen. Ez az Isten igéje. Isten. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze az egész föld kerekség lakosságát.
Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek. Az angyal azonban így szólt hozzájuk: ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Isten dicsőítve ezt zengték: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Idős bácsi görnyedt háttal csaszogott föl lassú léptekkel a padlásra. Egyedül élt már hosszú ideje. Felesége meghalt, a gyermekei távol éltek tőle. Karácsony estéje volt. Nagyon nehezen bírta az egyedül létet. Elhatározta hát, hogy a padláson a dobozokból előkotorja legalább a szeretteinek néhány régi fényképét. Azokat majd szépen beállígatja a karácsonyfa alá, maga köré pakolgatja, és így tölti a szentestét. A villany nem égett fönt a padláson, elővette hát pislákoló zseblámpáját, és azzal haladt előre, a pókhálókat széthajtogatva. Leemelte a szekrény tetejéről a poros dobozokat, és elkezdett kotorászni bennük, a zseblámpát közel nyomva a dobozokhoz. Egymás után szedegette elő a fényképeket, de egyszer csak megakadt a keze valami vastagabb valamiben. Egy kemény fedelű füzet volt, kopott fedelű füzet. Amikor a zseblámpával végig pásztázta a fedelét, csodálkozva látta, hogy fiának, Jimmynek a gyerekkori naplóját tartja a kezében. Nolám, gondolta, nem is tudtam, hogy Jimmy naplót írt. Biztos a feleségem Elizabeth pakolta el, ő rakta el mindig a gyerekek kiskori holmiait. Szépen lerakta maga mellé, gondolván, hogy majd a karácsonyfa alatt bele-bele lapozgat. Aztán tovább kotorászott a fényképek után, de az ujjai hamarosan újra megakadtak egy vastagabb könyvben. Ez már egy kemény táblás könyv volt, aranybetűk a fedelén, az ő neve virított aranybetűkkel, ennek a naplónak a fedelén. Ez az ő üzleti naplója volt, amit több évtizeddel korábban még sikeres üzletemberként használt. Ebben a naplóba vezette föl az eredményeit, a kiadásait és bevételeit, üzleti sikereit. Nosztalgiázva lapozgatott bele, de egy alkalommal megakadt a szeme egy oldalon, amelyen mindössze csak két sor állt. Nohát, hogy csak két sor van ezen az oldalon, gondolta magában az idős bácsi, odavitte a zseblámpát közel a sorokhoz, és olvasta: 1998. július 4-e. A mai napot úgy, ahogy van, elfecséreltem. Horgászni mentünk
Jimmyvel, de valójában értelmetlen volt az egész, nem fogtunk egy fia halat sem. Kicsit szorongó szívvel csukta be a naplót, azután lenyúlt maga mellé és fölemelte a fiának a naplóját, lapozgatva megkereste benne ugyanezt a napot. Meg is találta, 1998. július 4-e. Ma horgászni mentünk apával, életem legszebb napja volt. Az idős bácsi könnyes szemmel csukta be a naplót. Kedves testvérek, micsoda különbség, szemlélet és szemlélet, gondolkodás és gondolkodás, értékrend és értékrend között. A felnőtt embert könnyebben megkísérti a pragmatikus szemlélet, gondolkodásmód, a gyakorlatiasság, az anyagi haszonelvűség, a sikerek, az eredmények szempontjából tudja értékelni elsősorban saját életét. Mit értem el, milyen hasznot hajtottam, mit építettem, milyen eredményt tudok fölmutatni. Természetesen nem csodálkozhatunk ezen, főleg a mai társadalomban nem, hiszen annyi, de annyi elvárás, amivel szembesülnünk kell a hétköznapokban. Bizony sokan sokféle eredményt, sokan sokféle sikert várnak el tőlünk, mi magunk pedig szeretjük látni a gyarapodást, szeretjük látni, hogy milyen eredményeket tudunk fölmutatni. Igen, kedves testvérek, de közben néhány jelentősebb, fontosabb dologról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A gyermek gondolkodása más, a gyermek másképpen szemléli a világot. Ő neki nem annyira az őt körülvevő emberek eredményei, sikerei a fontosak, hanem maga az ember. Ő nem abban méri a szeretetnek a nagyságát, hogy miféle anyagi eredményt ér el valaki, hanem hogy mennyi időt tölt vele, mennyire figyel oda személyesen rá, fontos-e a számára. Kedves testvérek, így már, hogyha mindezt végig gondoljuk, nem csodálkozhatunk azon, hogy Jézus Krisztus kisgyermekként jött el ebbe a világba, kisgyermekként született közénk. Hiszen ő erre a szemléletre akart példát mutatni. Ha csak egy rövid küldetésnek a végrehajtása hozta volna el erre a földre, akkor elég lett volna néhány évre, sőt talán néhány hétre megtestesülnie. Megjelenhetett volna felnőtt férfiként itt az emberek között, gyorsan végrehajthatta volna a kereszthalált, a föltámadást, a megváltás művét, és már vissza is térhetett volna az atyához a mennybe, és gyakorlatilag az eredményt úgymond elérte volna. Azonban, hogyha valljuk is azt, hogy Jézusnak a legfőbb cselekedete itt a földi életében a megváltás műve volt, akkor azt is bizony észre kell vennünk, hogy nem csak a megváltás, nem csak a kereszthalál és a föltámadás eseménye hozta el közénk ebbe a világba. Ő igenis velünk akart lenni, hosszú időt akart itt tölteni közöttünk, meg akarta ismerni az embert, engedte, hogy megismerje őt az ember, engedte, hogy az emberek megszeressék személyesen őt, személyesen ragaszkodjanak hozzá, és igényelte ezt a személyes odafigyelést, igényelte ezt a személyes szeretetet, és ő maga is ezt adta a körülötte lévőknek. Felnőtt korában is nem úgy tanított, mint a többi rabbi, a többi mester, hogy a nap bizonyos óráiban úgymond iskolát tartott, hanem meghívta az ő tanítványait, meghívta az ő apostolait. Gyertek, kövessetek engem, legyetek velem, éljetek velem. Igen, kedves testvérek, Jézus számára fontos volt ez a személyes közelség, fontos volt az, hogy értékes időt töltsön el közöttünk és velünk, fontos volt, hogy odafigyeljen ránk, és mi is odafigyelhessünk rá. Kedves testvérek, milyen fájdalmas látni azt napjainkban, hogy az óhatatlanul sokféle elvárásnak megfelelő ember, sokszor bizony még a szabad idejében is, sokszor még abban az időben is, amit a szeretteivel személyesen tölthetne együtt, fontosabbnak érzi, hogy valamiféle eredményt érjen el, valamiféle sikert mutasson föl, akár éppen anyagi hasznot hajtson, még többet, még többet. Ezekben a napokban, amikor karácsony ünnepét üljük, olyan édes dolog együtt lenni egy picit a családtagjainkkal, szeretteinkkel, hosszabb ideig, mélyebb kapcsolatban, kicsit jobban odafigyelve egymásra,
kicsit több időt töltve egymás között, jobban meghallgatva egymást. Ilyenkor sokan megsejtik, hogy lám ez volna az igazi élet, lám ez volna az igazi öröm, lám ez volna az igazi boldogság. Azonban mégis egyre többen engednek a kísértésnek, hogy még ezekben a napokban is az eredményesség a siker szempontjai szerint úgymond ünnepeljenek. Még nagyobb karácsonyfa, még több dísz rajta, még több és még finomabb étel az asztalon, még nagyobb ajándék, még drágább ajándék, és a többi, és a többi, és a többi. Még ilyenkor ezekben a napokban is egyre többen vannak olyanok, akik nem tudnak kiszállni a termelés és a fogyasztás mókus kerekéből. Kedves testvérek, akik azonban így élnek, azok előbb-utóbb észreveszik, hogy pont azok az emberek, azok a személyek, akikért úgymond dolgoznak, akikért keményen küzdenek, akiknek a sikereikkel bizonyítani szeretnének, na épp ezek az emberek csúsznak egyre távolabb tőlük, elélnek egymás mellett sokszor a családtagok, és bizony sok-sok szülő felnőtt korában azt látja az ő gyermekén, hogy szinte valami idegen lett a számára. Hiszen én nem így neveltem, hogy lett ilyenné, hiszen én nem mondtam neki, hiszen én nem engedtem neki. Igen ám, nem mondtál neki semmit, nem voltál ott, amikor ezek a dolgok az életében elindultak és bekövetkeztek. Sok-sok példát lehetne még arra mondani, kedves testvérek, hogy hogyan csúsznak ki egymás életéből emberek, ha a dolgok fontosabbá válnak, ha az eredmények fontosabbá válnak. Nagyon mély tanítást ad nekünk a betlehemi kisgyermek azzal, hogy amikor az emberi világba lépett, akkor gyermekként jött el közénk. Mély tanítást arról, hogy fontos a személyes odafigyelés. Fontos az, hogy sok időt töltsünk együtt azokkal, akik fontosak számunkra, akiket szeretünk. Mély tanítást ad arról, hogy a személyes odafigyelést nem lehet semmivel kiváltani. Kedves testvérek, karácsony éjszakáján köszönjük meg a gyermek Jézusnak, hogy ő eljött közénk, hogy velünk legyen. Hogy nem a sikereink, nem az eredményeink érdeklik, hanem mi magunk, úgy, ahogyan vagyunk, azok, akik vagyunk. Köszönjük meg a betlehemi kisdednek, hogy ő nem az eredményeinket számlálja, hanem egyszerűen csak vágyik a szeretetünkre, és viszont szeret bennünket. És kérjük az ő kegyelmét, hogy ilyen szeretettel, ilyen személyes odafigyeléssel sok időt számva tudjunk lenni embertársaink között, és higgyük el, hogy nem csak a karácsony napjaiban, hanem az év többi napján is megérzünk valamit a mennyország előízéből, abból az érdek nélküli szeretetből, tökéletes szeretetből, ami a mennyei világ sajátja. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami unokban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten, örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és kérjük. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világítson be minden ember szívébe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyottak. Kérünk téged, hallgass minket. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled.
Törzsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, kérünk fogadd kegyesen a mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által,
a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nékünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben,
minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten ember élet, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért nagy bizalommal így imádkozhatunk hozzá. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével, legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltónk születését, kérünk add kegyelmedet, hogy hozzád méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, ma karácsony ünnepe van. Karácsony napján a szentmiséink a következők. Délelőtt 8:30 és 10 órakor lesz még ünnepi szentmise, illetve este 17:30. Karácsony másnapján Szent István diakónus ünnepe lesz. Szent István diakónus ünnepén szintén ünnepi miserend szerint 8:30, 10 órakor és este 17:30 lesznek szentmiséink. A hét további ünnepei a következők. Kedden Szent János apostol ünnepe van. Szerdán apró szentek vértanúk emléknapja. Pénteken a Szent Család ünnepe lesz. Mához egy hétre vasárnap új év napja, Szűz Mária Isten anyasságának ünnepe, szintén kötelező ünnep. Ezen a napon is ünnepi miserend szerint délelőtt 8:30 és 10 órakor, illetve este 17:30 lesznek szentmiséink. A családok megáldására, a Szent Család tiszteletére január 1-én új évnapján a 10 órás szentmise után kerül sor. Tehát szeretettel várjuk azokat a családokat, akik áldásban szeretnének részesülni új évnapján, Szűz Mária Isten anyaságának ünnepén a 10 órás szentmisére. December 27-én kedden Szent János apostol ünnepén borszentelést tartunk a közösségi ház kápolnájában az esti 17:30 szentmise végén. Akik szeretnének bort szenteltetni, kérem, hogy hozzák el a szentmise előtt 5 órától a kápolnába. Szeretettel kérjük, hogy január hónap folyamán jelentkezzenek a plébánia irodájában azok a fiatal párok, akik 2017-ben szeretnének egyházi házasságot kötni templomunkban. A közös jegyes oktatás februárban kezdődik majd számukra, erről személyesen ki fogjuk értesíteni őket. Akik a jövő évre szentmise szándékot szeretnének beiratni, ezt már megtehetik a plébánián hivatali időben. Szintén meg lehet már rendelni jövő évre az Új Ember és Keresztény Élet katolikus folyóiratokat is. Hálásan köszönöm mindenkinek mindenféle adományát, hozzájárulását, amivel ebben az évben anyagilag támogatta egyházközségünket. Külön is köszönöm azoknak, akik az egyházi hozzájárulást befizették. Kérem, hogy akik ezt még nem tették meg erre az évre, szíveskedjenek ezt pótolni. Hálásan köszönünk minden támogatást és segítséget. Köszönöm mindazok munkáját, akik a karácsony méltó megünneplését bármivel, bárhogyan is segítették. A templomot és a közösségi házat takarítók, díszítők, a fenyőfákat állítók, a paptestvérek, a minisztránsok, a kántor úr, az énekesek, a műsort adó gyerekek, az őket betanító pedagógusok, a hitoktatók, a Karitász csoport és minden segítőnk életére Isten áldását kérjük. Köszönjük a rászorulók részére biztosított adományokat is. Kívánunk minden kiskunhalasi családnak, minden kedves hívőnek és hozzátartozóiknak Isten örömében és békéjében gazdag, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt. Fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! A végtelenül jóságos Isten, aki Szent Fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökeivé. Amen. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékával,
és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Most a Szent Mise után szeretettel kérem a plébániai képviselőtestület tagjait, a munkatársakat, minisztránsokat, jöjjenek be egy kis karácsonyi köszöntésre a plébániára. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.